Jöttem meglovagolni, ami éppen aktuál. Az internet a valóságtól végleg amputál. Iratkozz fel, gyere a hang után. Ha jön a hangkorkán, tesó, na az brutál. Sziasztok, a nevem Velsz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. Mint ahogy láthatjátok, a lelki és testi épségemet is veszélyeztetem azzal, hogy elhoztam nektek a legújabb X-Faktor videómat, de végig gondoltam, összeszedtem minden bátorságomat, és folytatom tovább. Köszönöm szépen az építőjelegű kommenteket, és köszönöm, és folytatom tovább! De még mielőtt belevágnánk az X-Faktoros tehetség kutatósdiban, nézzünk meg egy olyan tehetséget, aki még nem szerepelt az X-Faktorban, legalábbis egyelőre, ő muzikális zsákutca, akinek nemrégen jelent meg Szimpla K-val a Purgatórium című lemeze. Erről fogjuk megnézni most az intrót. Ha nagyon be kéne határoznom ezt a lemezt, akkor leginkább a horrorcore kategóriába tenném, attól függetlenül, hogy nem az az ekte kaszabolós történet, viszont van egy ilyen nyomasztó hatása, Purgatórium, gyerekek, körülbelül erre kell számítani, úgyhogy a leírásban megtaláljátok egyébként a linket, az oda vezető linket a zenéhez, illetve a lemezhez is, csekkolgassátok bátran, tudom ajánlani a figyelmetekbe, szerintem eléggé egyben van, a hangzás világon lehetne még egy kicsit javítani, mármint hogy technikailag, a mixen, masteren, de ettől függetlenül szerintem nagyon patika cucc, úgyhogy tudom ajánlani a figyelmetekbe, csekkolgassátok bátran. Az idei második X-Faktor rapperek videó már csak a csatorna tagjaim számára elérhető, vétettem valamilyen technikai hibát a kimentése során, így nem volt az igazi a minősége, úgyhogy gondoltam, jobb lesz ez így mindenkinek. Múlt héten nem voltam túl aktív, úgyhogy így a harmadik és a negyedik válogatónak a rappereit hoztam el ebbe a videóba, úgyhogy csekkoljuk is le őket. No don't fit my dress code, babe. Meg is érkeztek a maszkos rapperek, egyből azt hittem, hogy valami jó kis drill muzsikákat fogunk itt hallani, mint amilyet Dash is csinált legutóbb. Na de mint kiderült, emberink csak nem akarták leégetni magukat, viszont itt volt a T-fiú, aki meghódította a zsűrit ebben a csodálatos maszkban, aminek a létjogosultságát nem igazából értem, mivel hogy a videóklipje egyébként fent van a YouTube-on, és abban nem végig viseli a maszkot. Te is pókember vagy, miért nem mondtad? Hát nem nagyon szoktam világgá kürtölni. Na de ha már beszéltem róla, egy kicsit ízlegesük ezt a videóklipet, a kedvenc jelenetem, amikor emberünknek pálcika emberek formájába felrajzolják, hogy minek hol a helye, igazából ez egy ilyen tervrajz, használati útmutató igazából a reppeléshez, a színpadon való reppeléshez, ha jól látom, szóval a pálcika emberek sokasága jelenti a tömeget, ahol egy pálcika ember van, ott az az előadót jelenti. Véleményem szerint. Sajnos egy ilyen világot élünk, emlékszem kisgyerekként szebbet reméltünk. Mi nem vagyok én pókember. Összességében egyébként azt tudom mondani, hogy maga a videóklip és a zene az alvilági sétától eltekintve egyébként tetszett, viszont az X-Faktor a szereplésben, hát gyerekek, igazából végig ütem mellé repelt emberünk, nem tudom ti hogy hallottátok, de én így, igazából volt talán egy-két sor, amit megpörgetett, amire én is így felkaptam a fejemet. Na de hát nyilván ez egy show műsor, úgyhogy menjünk is tovább. Bam, bam, bam. Van egy visszatérünk, egy időutazónk, emberünk, aki nagyon hopika tiszteletlen volt a zsűrivel még a tavalyi szezonban. Ja, ez meg a kerém. Béke pipa, béke van minden. Szóval miután megtörtént a nagy összeborulás, emberünk lerakta a patika repét az asztalra, a zsűri asztalára, és mindenki megenyhült szívvel adott neki egy igent. Egyébként emberünknek a legutolsó videóklipje nemrég jelent meg, annyi az érdekessége, ők Noza B rendezte, és az Ember bárban forgott, Zsozi atya bárjában. Nézzünk is bele egy kicsit. Azt mondták, jó vagy, és mit érek vele? Kövesd az álmod, de mondd meg, hogy merre? Zsozi atya elmondása szerint emberünk itt törzs vendég. Tovább jutott. Hajrá, Elti, rohadjál meg! Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, viszont mindeközben találtam egy észbontókos szereplését is. Hát ez az átfér. Ez a pi izé is van. Óriási gyerekek, úgyhogy ezután megyünk is tovább Spike Dillo testvéremmel, aki bement és botrányt keltett a fiatalember. Spike Dillo házban. Rajta a nevem a dezodoron! Tehetségtelen vagy. Jó van, te is. Na hát itt nagyon meg voltak vágva a szituációk, úgyhogy utána kellett járnom, hogy mégis mi történhetett, de hát volt itt CD dobálástól kezdve minden, amit igazából mi nézők nem láttunk. Ettől függetlenül egyébként ezen felbuzdulva Dillo barátunk készített egy videóklipet, amiben bedisszeli Erikát. Kireppellek harapból, ukrán-magyar karambol. Nem egyszerű dolgok ezek, gyerekek, de hát ilyen ez a rap szakma, néha eldurran egy-két beef, meg néha elsül egy-két disz.
De hát ez ilyen, de tényleg, hát nem tudok vele mit csinálni, úgyhogy... Jó reggelt, Erika! Hello! Úgyhogy megyünk is tovább, és megnézzük a 666 Ghostnak és Bro-nak a szereplését az X-Faktorban. Berúgjuk az ajtót keményen. Ki a kiből, Jacky, ez a csávó. Az X-Faktor a szereplésük, azt gondolom, hogy nem sült el túl jól, igazából a Bro haverja talán bele is bakizott ebbe a sztoriba, de ettől függetlenül hozták azt a vibe-ot, gondolom, amit szerettek volna. Meg ez nem a szövegről szól, ez a vibe-ról szól. Azt vettem észre, hogy a zsűri nem igazából tudja, hogy mi történik körülötte, de ettől függetlenül tovább engedték őket. Na hát aztán meglátjuk, hogy mi sül még ki ebből a továbbiakban. A tegnapi epizódban szerepelt Benny Winchester, akinek egyébként már hallottam egy-két zenét, szerintem egész jó ilyen újvonalas vibe-okat tud hozni a fiatal ember. Nézzük is meg a tegnapi szereplését. A jó kedvem csak elkolni a trédumátokat, meghallgattam, de elfogaltatni. Természetesen YouTube-on is megtaláljátok a fiatal embert, úgyhogy tudom ajánlani a figyelmetekbe. Szakad a lánc, táncolok egyet a holdfényben, miért kéne még várnom az álmomra, ha magamban a craftot most érzem? Volt még itt az adásban egy Dinero X Destino formáció. Igazából már talán hallottam őket, de annyira nem ragadtak meg, úgyhogy utána néztem egy kicsit a munkásságuknak, egyébként tök nagy nézettségeket generáltak, annak ellenére, hogy nem nagyon ismertek, vagy legalábbis így a számomra. Nyilván egy kicsit olyan populárisabb vonalat hoznak, de ettől függetlenül szerintem nem annyira rossz. Jön a hype és a pénz is remélhetőleg. Kezemben whisky kóla, aki ismer tudja, így indul a túra. És így, ahogy keresgéltem, találtam egy zenét, amiben Dash-sel közre működnek 2019-ben. Nézzétek csak, milyen fiatal volt még. Hogy repül az idő? Ezek a mai fiatalok? Szintén a tegnapi adásban láthattuk Niven Gált, akinek a szereplése nem úgy sült el, ahogy kellett volna, vagy ahogy szerette volna. Hát azt hallottak ki, hogy szar, igen. Igazából azt gondolom, hogy a dalválasztás, vagy amit vitt, az nem a legmegfelelőbb volt, legalábbis szerintem ezeket az éneklős fleseket szerintem hanyagolni kéne, legalábbis nekem ez a véleményem. A srácot egyébként onnan ismerem, hogy megtolta az első rappernek challenge-ünket, ami szerintem egyébként nem volt rossz, sőt, igazából kiemelkedő volt így a többi közül, ezért is vártam mondjuk egy ilyen jobb produkció, de hát ez most így alakult, nem biztos, hogy egyébként szüksége lesz majd az X-re így a későbbiek folyamán, nyilván a mai világban nélkül is fel lehet törni, mint a talajvíz. Összeesett likvidáltam, hisz hibátlan a szövegre, per challenge-et kipipáltam, yeah! Balhés G is megjelent a tegnapi adásba. Tanyukám mellővezett Balhésnak. Igazából már többször láttam a produkcióit az egységben a hip-hop csoportban, úgyhogy nagyjából tudtam, hogy mire lehet számítani. Egyébként szerintem nem rossz a gyerek. Nézzétek is meg. Egyébként vannak videóklipjei is. Tudom a szerető, a Facebookon elkezdődő. És a tegnapi adásban, akinek nagyon bejött a hangszíne, illetve a karaktere, az a Lakatos Sylvester volt, aki Salty néven rappel. Őt is egyébként nemrégen találtam meg az egységben a hip-hop csoportban, neki is van fent egy-két ilyen demo verziójú zenéje a YouTube csatornáján. Ott az a kis Sunny, itt a lesz út. Beletek vágok az út, nektem bánom, mert Isten akarja az ördögnek. A következő srácot leginkább TikTokon szoktam látni, de egyébként sokszor megjelenik az egységben a hip-hop csoportban is. Ott is egyébként mindig felfigyeltem a produkcióira, illetve a TikTokon is mindig végigpörgettem legalább 2-3-szor, az utcai énekléseitől kezdve igazából mindegyiket. Nagyon tehetséges a srác, általában ilyen hip-hop alapokra rappelget, énekelget, mondjuk leginkább énekelni hallottam, de ettől függetlenül egyébként gondolom rappelget is, hogyha ezt mondja. Szóval a gazdag Mátéra még érdemes lesz odafigyelni. Fú, de nyers ez az erő! És végre a tegnapi adásban a Nyugat mesterei mellett... A Nyugat mesterei. A Nyugat, az nem kellett. Végre láthatunk Noza B-t is. Így ismered téged, Noza B? Igen, én lennék az. Aki mielőtt jelentkezett az X-Faktorba, kikérdezte a közönségét, hogy mégis mit gondolnak erről, és azért nyilván a legtöbben támogatták ebben, úgyhogy sokan is várták a szereplését. Én is nagyon kíváncsi voltam rá, kár, hogy ilyen keveset mutattak belőle, de ettől függetlenül 4 igennel tovább jutott. Úgyhogy gratulálok neki innen is. Így végignézve a válogatókat, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit ez az idei évad nem annyira erős, mint amennyire szokott lenni, ugyan vannak nagyon tehetséges figurák, de talán nem annyi, vagy talán nem mutattak annyit, mint amennyit szoktak, tehát nyilván még itt a táborban, meg ezeknél a székes feladatoknál még találkozhatunk majd olyan figurákkal, akiket mondjuk így az előválogatóban nem láthattunk, úgyhogy talán még előkerülnek majd ilyen rapper formák is, kíváncsian várom. Egyelőre ennyi volt ez a videó, illetve ennyi volt így idénre az X-Faktor válogatós videó. Gyerekek, hamarosan megyünk tovább, illetve jövőre nyilván folytatjuk majd.
addig is, hogyha támogatnátok a csatornatagságon keresztül, meg tudjátok tenni, vagy szuper köszönet formában, illetve azzal, hogy feliratkoztok, megosztjátok a tartalmaimat, nyomjátok a lájkot, stb. Sziasztok, én ennyi voltam mára, hamarosan találkozunk. Feliratkozásom, tudjátok csengőt benyomni. Amíg megmászott a ranglétre, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a pénzt, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászott a ranglétre, patintok egy rakétát. De tépni állam a tapétát.